Szasztos kaszok, hogy dolgozz mindenkinek a Hotline Miami-nál. Folytassuk is azzal egyenes a bajtuk. És... Oké, még egy fegyvert pont sikerült elkapnom. És nem is a jó irányba megyek? Most már jó irányba megyek. Mert aki a kosimhoz nagyon helyes. És menjünk el haza a telefonkám. Uram atyám, itt már valaki mészárolt. Hogy a faszomba vágtak ketté ezt az ember? Mindegy, én elintézem a dolgot. Na mi van itt? Ott egy csávó. Na mindjárt meglátjuk, hogy mit akarok ezen. Lehet, hogy török zúzok. Mert egy vandál vagyok. Ajaj. You're dead meat. Ajaj. Ne! Igen, halott hús vagyok. Valóban. You're dead meat. Akkor ezt nem fogom többé felolvasni. Egy csalásnak kell lenni. Oh, haver! Visszállnyi? Na-na. Na-na. Menj! Rohadt seggfej! Pippon most lett volna az a részre megtanulni. Egyetlen nem megölni, csak egyszer megütni. És ezt elcsasztam. És... Na? Seggfej. Oké. Most sikerülni fog. Na? Na mi lesz? Nagyon helyes, én is így gondoltam, te kis idióta. Ez a 9-es vassal mindjárt szétütöm a fejedet. Itt az idő! Ha! Rohadék. Ezt egy párszor megismétlem, aztán már vége van az emberünknek. Csak elég hülyén kell kerülgetni. Oh! Most majdnem ezt majdnem elbasztam. This can't be happening! It can't end now. Not like this. De! Pontosan így, haver. Te vadságfej, az életemre tör. Mit képzel magáról? Csak én nem törhet senki is az életemről. Max én magam, de ennek semmi értelme nincs. Miért törnék a saját életemről? Inkább beszek a kocsim. És befogok egyet. Oké, ezt el lehet nyomni? Igen, el lehet. És ezt? Ezt már nem lehet. A minusz. Ah, zsír. Még több felolvasás számomra. Okay, welcome back, sir. How are you tonight? You don't look so happy. To be honest, I don't feel too good either. Sometimes in the something in the air. I don't know. I just have this really bad feeling, like something terrible has happened tonight. I haven't felt this way since San Francisco. Mit az San Francisco? I don't like it. Not one bit. So how about a drink? It's on me. Milyen kedvesek velem az emberek, mindenki meghív engem. Kösz, haver, de veletek szólt, majd otthon megiszom. Na? Part 3. Visitations. Ajaj. Megint vagyok ezeknél a fulembeknél. So you came back. How are you feeling? You look ill. Maybe you should see a doctor. I told you not to come back here. Teljesekfej vagy bagoly. I see that my opinion of you doesn't matter. If you insist on returning here, then I should leave. Have you thought about what I asked you last time? I'm not here to give you any answers. Questions are all I have to offer a man like you. If you're not feeling well, maybe you should rest. Some things work out best when you don't try so hard. Ebben van valami, a paci az egyeges bölcsember. Mármint bölcsó. No matter who you are, bearing too much weight. Inevitably, hogy tudja a halál, leads to the collapse of everything. Next time we meet will be the last. Ja, most már értem a szavazat. I can see it in your eyes. Before you go, I leave you with three predictions. Okay, fog nekünk jósolni majd. Someone you know is not who you think he is. Something will soon be taken from you. Mi vagy a csaj? Only July the 21st you will wake up in a bigger house. That is all. Nagyon helyes. Nem sokkal nagyobb házban fogok felébredni. Miért nincs a konyhában még mindig a nőstény? Most egyáltalán hol van a nőstény?
kurva anyád. Ezt már megint nem olvasom fel, hagyok egy kis szünetet nektek, vagy ti felolvashatok magatoknak, mert én ezekhez lusta vagyok. Nem is azt mondom, most majd az előzőket miért olvasom fel. Fajn, de egyre mivel megtalálom a nőstét, vagy ha nem tudom, se olvassa, akkor nem ideges leszek. Ú, 8. chapter, push it. Push it to the limit. Oké. Okay. Kutyák nem fognak megtámadni, nagyon helyes. Ezt a soundtrackot is. Igazából mindegyik soundtrackot szeretem a játéknak, szóval... Minek fűzhetom. Oké. Okay. Mert a kutyára ment, hogyha nem is támadnak meg engem. Most megint mert a kutyára mentem, mert jó vagyok. Nem kell az a base pozitő. Mintha lassabb lennék egy kicsit, én úgy érzem. Köszönöm, kutya. Ó, a francba ez közel volt. Nagyon is közel volt. A franc. Ez is közel volt. És megöl engem az utolsó sávon. Nem beszarok. Oké, ez véletlen volt. Nem tudom. Mintha csinálnék ilyeneket direkt, nem igaz? Erre nem számítottam. Köcsök baseball-tő. Miért ne? Most erre megyek. Most lelőttek, veszítettetek a fejemet? Ezt most szétütötték. És most észre se vettek? Hát én beszarok. Oké, akkor ez most itt húzós lesz. Jaj! A francban. Mi a? Uram, atyám, ez rohadt közel volt. Azt hittem, a kutya rám jön. Megijedtem egy pillanatra. Stage clear. De jó vagyok. Ó, kalapás. Meg tudom jönni ezt a csávot? Nem, a kalapáson viszont elveszítettem. Nem is izgat. Gyere, haver. Erre a részre emlékszem, ez húzós. Egy kicsikét húzósabb, mint a többi. Ki kell ismerni. Nem. Ez most könnyebb volt, mint legutóbb, ezek szerint. És az emberünket még észre se vett minket, szóval megdobom inkább. Aztán jól szétütöm a fejét a földön. És megismétlem ezt itt. Aztán felkelé és... Egy nagy meglepetés fogja érni. És mégsem, mert félrelőttem. Ez most engem lepett meg inkább. Oké, most nem látott meg senki, ezt elszóltam. És... Na most... Honnan? Nagyon helyes. Ó, macsita, az kell. Francba beléd! Ez a része a zenének engem a Vice City-re emlékeztetett. Végülis ebben van valami, mivel a Vice City ugyanúgy Miami-ban játszódik. Úgy gondolom ez ilyen Miami-szerű zene. És ez hogy a faszomba jöttem mellé? Rá voltam lokkolva a csávóra. Neked meg mi ott van a fegyvered? Mindegy. Ha láttátok, hogy táncolod a csávót? Forgat össze-vissza. Mint hogy nyomom ütő fegyverrel. Ott a macsétel. Francba! Francba! Na? Oké, a baszottnak kalapás olyan rossz. Ha úgy veszük. Szóval most kipróbáljuk a baszottnak kalapácsot is. Hol a baszottnak kalapácsom? Ne! Ne! Ó, megvan. Azt hittem elveszítem a baszottnak kalapácsomat. Haver. Beszorok észre se vesz. Ó. Ez közel volt. Jó, itt az utolsó emberünk. Mi ez a csend? Nagyon helyes. Beindult a zene is. Na. Ennyi volt a chapter, vagy mi?
És mehetek máshova. Most azt hiszem mehetek, akkor leszem máshova. Pontosan így erre. És most ezzel a kalapáccsal meg fog dobni egy embert. Mondjuk azt, akinek a fegyver van. És mellé ment. Akkor itt fel fogom dönteni az ajtóval. És aztán leütik a fejemet. És ebben van valami. Véletlen kinyitottam az ajtót. Ó, most már kettő kalapácsom is van. Kicsit lassan elütöm a kalapácsot. Most majd feldöntöm a rohadékot. Így, az durva. Kutya még maradhat. A shotgun az csehol a kert van a kezdenem. Oké, ez az egy dolláros sem, mindjárt megdobom a valakit. Mellé. Ez meg nagyon rizikos volt tőlem. De ugyebár MLG vagyok. És így, engem nem nagyon érintenek ezek a dolgok. Erre viszont gondolhattam volna. Inkább szamuráj karddal megyek. És majdnem el is veszítettem a szamuráj kardomat, mert... kicsit halhatatlanak érzem magam. Ezt a csávot hogy szépen kom? Ezt hogy? Még ott valaki? Kutya. Kutyán kívül még valami. Oké, telefon. Szem lehet felvenni, azt hiszem az egy fegyver. Az a csehvány, ez rángatózott a földön, jó. És ezzel az emberrel... Oké, ez konyabb volt, mint gondoltam. Nem, most le is lépek, és csak még összehúzom azokat az üvegeket ott, és ezt a kalapást, vagy kalapát, hazaviszem, szóval én töröm a magyartot, és iszok egy kis fantát. Kiri. Savanyú. Ez a vadbánás fanta nem a legjobb. Ezt hadd nyomjam el, léci. Akkor ne. B minusz. És még több olvasás, amit én most el fogok használni. Mi a fasz? Oké. Nagyon jó. Mi a... Nem is létezett. Most még egyszer tudtam beszélni ezzel az emberrel. És azt hiszem, mi a fasz? Most miért kapok ilyen fia Slenderman-es fas... Oké, ne inkább belépek. Nem tudják nekem az a Slenderman-es dolog. Május 31-e, 1989, és ezzel most meg fogok repülni a Florida, Miami. Hol van a nőstény? Hol lett a nőstényem? Nincs már sehol se. Van egy üzenetem, amit nem fogok felolvasni, de Rick hív engem a Walking Dead-ben. Majd nem a játékban, ugye belőle csak a sorozatban szerepel. És... menjünk is oda, ahova hívtak minket. Május a 9. chapter-nél tartunk. Crackdown. És... Survive One Bullet. Le, ezzel biztos akarok menni? Nem is tudom. Rip and Steal. Nem is tudom. Tudjátok, de most nem fogok az összes maszkonát venni. Inkább megyek Peterrel most. Megkibasz az unicorn is. Ezt a kutyát teszem, nem tudom, hogy fogom elintézni először is. Viszont annyi... Lágyhatok itt a öklön, mert nem nagyon tudok a kutya ellen csinálni semmit. Rohadj meg, haver. Ajaj, ne! Van egy dákom! Nem jött össze. Ezt már mellé dobtam, pedig ez egy nagyon fasz a taktika. A francba. Mi a fasz?
Úgy van, akkor csak kutya. Ja, halál. Oké, ezt totál én basztom el, deskacok. Viszont a következő részben, és addig is sziasztok.